Urunk, áldj meg minket, adj jó előmenetelt a lélek dolgában, a gondolkodásunkban, a gyülekezeti közösség megélésében. Szeress minket nagyon, hogy mi is kimutathassuk irántad hatalmas szeretetünket. Megváltásodért, megtartó kegyelmedért, életünk útmutatásáért, azért, hogy magyarok vagyunk keresztjének, és számunkra a vasárnap szent. Hallgass meg alázatos könyörgésünket, és tedd áldottá és boldoggá ezt a mostani vasárnapi alkalmat. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves karcagi testvéreket, és egyúttal hagy tolmácsoljam a kisújszállási református gyülekezet és a presbitérium szívélyes üdvözletét is, és külön köszönöm Esperes úrnak, hogy meghívott erre a mai szolgálatra. Pontosabban majdnem, hogy családi szolgálat ez, hiszen engem egy igei szolgálatra kért fel, Péter fiamat pedig néhány orgonadarab előadására, és hát természetesen a feleségem, gyermekünk édesanyja is itt van velünk, hiszen így teljes a mi családunk. Dicsérjétek az Urat, mondja felszólító jelleggel a Zsoltár írója. Úgy gondolom, hogy a Zsoltárok könyve egy nagyon fontos szerepet tölt be a mi életünkben, hiszen a régi nyelvezetünk alapján az énekes könyvünk, amelynek az első 150 éneke a Zsoltárok, a népi nyelvünkön csak Zsoltároknak szoktuk hívni, és amikor valaki a kis fekete énekes könyvén megjelent, akkor azt mondták, hogy hozta magával a Zsoltárát. Pedig dicséretek és hitvalló énekek is vannak benne. És főleg az idősebb nemzedék az elmondhatója annak, hogy milyen sokszor használták ezeket az énekeket imádságként. Nem kell megfogalmazni magamban bonyolult teológiai gondolatokat, ki kell nyitnom a Zsoltárok könyvét, el kell olvassam egy gyönyörű szép Zsoltárt, és a maga nemes egyszerűségében ott van előttem minden. Nem véletlen, hogy a Zsoltárok könyve a héber költészet és a héber szellemi életnek is az egyik legszebb és talán leghosszabb ránk maradott emléke. Dávid királytól teljesen Ezékielig terjed, mint egy 300 évet felülelően a Zsoltárok időszaka. És tudjuk azt, hogy a 150 Zsoltárból 73-at maga Dávid király írt, a többi pedig a feliratok szerint más szerzők tollából származik. Mi is a Zsoltárok könyve? A Zsoltárok könyve az imádat könyve. Az emberi lélek kinyílása. Kedves egybegyűltek, mennyi dolog megfordul a mi fejünkbe. Tele vagyunk kétséggel, tele vagyunk fájdalommal. Nincs közöttünk olyan, aki ne hordozna valamilyen testi problémát. Megsebzett a lelkünk, bizonytalan a jövendőnk, félünk sok mindentől. Ugyanakkor örömeink, sikereink is vannak. Hálaadás is van a szívünkben. És mindezeket megfogalmazza a Zsoltárok könyve. Mindezeket megfogalmazták a Zsoltárok írói. A jót és a rosszat, az örömet, a hálát, a levertséget, a fájdalmat, a félelmet, és még sorolhatnánk a sok-sok emberi tulajdonságot és tényezőt. És én hiszem azt, hogy a Zsoltár egy válasz. Isten megszólítja az embert, és az ember lelke válaszol a megszólításra. Vagy fájdalmasan, vagy reménykedve, vagy hálát adva, vagy éppen sírva és könyörögve. Uram, segíts meg!